Sziasztok, nem soká kezdünk, készüljetek!
No, sziasztok, kezdünk is. Csatlakozunk a szerverre. És hogy mi is a témánk, mint ahogy a címében is olvasható, a videónak a címében is olvasható, cigány átok kapcsolatos RT-nk lesz. Tegnap egy játékos hirdette magát, hogy ilyen átkokat vesz le emberekről. Hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle, mert engem nagyon érdekel, bár baromságot is össze tudunk hozni ebből. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Mit tudunk összehozni ebből? Szia, hello, köszi, sziasztok! Szia mindenkinek! Mielőtt bármit is csinálnál itt a videóban, légy szíves, lájkold a videót, és iratkozz fel a csatornámra, köszi, hello! Hát, lehet egyébként, hogy nem is lesz elérhető a játékos, hát majd meglátjuk. A telefonszáma megvan, ha minden igaz, felírtam magamnak. 71 10 59-es. Átöltözünk civil ruhába, leadjuk a szolgálatot, és meglátjuk, hogy mit tudunk majd alkotni vele. Jók, meglátjuk, mi lesz. A zene a háttérben milyen? Mennyire hangos? Mert azt sem akarom, hogy nagyon halk legyen. Ilyes. És akkor már fent is vagyunk. De ez most nem lesz olyan hosszú live, mert sajnos sok munkám volt ma, és hát hulla vagyok. Jelenleg ez a ruhánk. De át fogunk költözni. Felcsatlakozok a rádióra, hát ha van fönt kollega. Rádió, van elérhető egység? Hello, sziasztok! Nincs. De le csatlakozunk. Nem csatlakozunk le. Civilként. Ja, itt van a kollega. Üdvözlöm, Marcel! Hozok egy saját autót.
saját autót, és avval fogunk majd menni. Azt mondja, hogy... A Jeep-el kellene menni. Viszont ez a lefoglaltakban van. Ki kell vennem pénzt. Most megláttátok a vagyonom. Sziasztok, hello! Nem kaptam választ, fiúk, hogy milyen a zene a háttérben, nem tudom. Elég kellemes a háttérbe, vagy hangos? Átugrunk. Meg is van. Jó kis téli kerekeket tettem föl. Mindjárt felhívjuk azt a játékost. Becsatolom az övén, és akkor elmegyek a legközelebbi ruhaboltba. Viszont megvan az esélye, hogy elrabolnak. Civilként civilbe. Simán, simán meglehet. Egyébként sajnos. Itt nem férek át, hiába ugrálok. És ha minden igaz, ruhaváltás, téli szabadidő. Viszont a fegyvereimet le kell tennem.
vissza a napra. Sziasztok! Elérhető kollega? Ezek szerint nem. Nyitom a G betűvel. Vicces, még itt is havazik. Na ide fogom berakni. Azt mondja, hogy sokkolomat leakasztom, beteszem ide a dobozba, vagy mi ez. A fegyveremet is leakasztom, azt is beteszem, a gumibotomat is beteszem ide. A rádiómat magamnál hagyom, telefonszám marad. Jó. Készen állunk. Na, csatoljuk be az övet. Bemegyünk a központba, ha csak el nem rabolnak. Azért megyek ilyen nagy autóval, mert ebben legalább nem tudnak mit kezdeni, mert sportautókkal lehet gyorsabb, de ebben simán fellököm. Ha csak nem esünk le a mapp alá. Sziasztok, hello! Hopp, 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 itt majdnem megadta magát. Félreállunk és fel fogom hívni akkor az emberkét. Remélem fent van a szerveren. Fogalmam nincs, hogy egyébként ki az. Láttátok, milyen lassan mentünk? Vagy mentem? Ilyenek vannak. De úgy látom, nem csak én esek.
Ajjaj, itt az angyalkák, itt vannak. Kint megállunk, ne halljon senki minket. Na, elővesszük a telefonomat, felhívjuk. Az előzményeknek ott kellene lenni, nem? Kicsöng, kicsöng. Nem bírom, elkap a rögés. Jaj, iszok is egy koltyot, mert nem hiszem el. Én ez ilyenektől berosszulok, úristen. Nem hiszem el, várjatok. Ahogy fölvesz ilyen röhögőgört kap el. Labban, ahogy hirdette magát. Már akkor rosszul voltam a hülyeségétől. Hú, na, kezdjünk neki még egyszer. Kezdjünk neki még egyszer. Nem bírom el. Nem bírom röhögés nélkül. Hú, na. Ezzel belerőlgök, nem tudom komolyan venni. Cigányátokkal kapcsolatban, hallod-e? Mindegy, mindjárt megpróbálom magam tűrtőztetni egy pillanat. Ezt nem bírom ki. Hú, de hát annyi hülyeséget mond, ahogy mondja. Nem bírom. Jaj, Istenem, ne várjatok. Na, jó van, most próbáljunk komolyra venni a helyzetet, de úgy fog... Azt mondja a bátyját, én rosszul leszek megint. Na. Üdvözlöm, jó napot! Kerry Leeson vagyok, tegnap beszéltünk. Az állatok miatt? Igen. A cigányátokkal kapcsolatban ön mondta, hogy jó pénzért egy OKR-s vizsgát tud nekem tartani. Bár azt mondta, hogy csak levenni szokta a dolgokat, de ettől függetlenül ön tart nekem egy ilyet. Hol tudnánk személyesen találkozni? Ingyen? Hát akkor még a mai nap oldjuk meg ezt, mert az asszonyt azt rendesen meg kéne elmátkozni. Megoldjuk el ezt az átkozott a kurva élet. Mit mondott? Úgy el ezt az átkozott a kurva élet. Na jó, akkor hol találkozunk? Átok, osztályos vagy. Hát figyelj, meghallgatom személyesen, hogy mit ajánl föl, azt akkor beszélünk. De igazából mindegy, hol tudunk találkozni. Fél óra múlva? Aha. Hát fél óra múlva már nem valószínű, hogy ezzel a dologgal tudok foglalkozni, más dolgom lenne. Előbb nem tudnánk, mert azt beszéltük, hogy 20, és pont annyi van. Jó. Én itt várakozok egy kék színű Jeepben, jó? Oké. Okay. Csak engem úgy is megkötek, hogyha megbörök a bánt. Hát ön jobban megismeri az autóm, jöjjön ide majd, legyen szívesz, aztán beugrunk valóva. Jó. Köszönöm, bizhol. Na.
Hát, meglátjuk, mi lesz. megpróbáltam. Hú. Bőrkabátos. Bőrkabátos. Jó, akkor most elindulunk, nem várunk rá, de megyek egy kört. Ó, a render el ne kapjam. Most civil vagyok, rendesen meg elkap. Fokozott ellenőrzés van amúgy is. Úgyhogy még meg is állhatnak, még a papírjaim sincsenek nálam. Jó. Mindjárt felhívjuk. Ennyi idő alatt csak ide ér. Ez bazd meg biztos összeütköztek. Nézd meg, nem bírom elővenni a telefonomat. Így. Sapkámat lepattintom. Hello, sziasztok! Merre van, uram? És pedig felpapunk, hogy itt állok. De mondtam, hogy itt állok kint a Jeep-el. Nem mondta, hogy itt, de mondta, hogy meg egy kék autó vagyok. Na mindegy. Van, akkor oda. Ja, ott van, látom már, jöjjön.
Üdvözlet. Szakkereszt? Nem bírom. Uram, ön dohányzik? Ez szivar. Csak a látszott kedvéjé. Értem. Be tudunk valahova ülni? Vagy esetleg itt a hidegen beszélgetünk? Jó. Hát... Én értem, de azért én azért nagy úr vagyok. Legalább a lakásomba menjünk. Akkor menjünk, na. Na jöjjön. Indítom a vacsorot, csatolja be az övét. Be van. Jelöm a GPS-en ezt a gyönyörű lakást, egy pillanat, azt mondja, hogy... Szia Áron, hello! Na, és akkor vezessen be, amíg haza nem érünk, hát ha én haza nem érek, haza nem érünk, hogy is van önnél ezek a dolgok igazából? A dolgok olyanok, hogy mindenféleképpen van. És ez mennyibe kerül? Mi az, hogy bakondozunk? Várjon, majd én szállok, jó? Nem, majd én mindig kiszállok. Most. Jaj. Észrevettem egyébként, hogy sokan szeretik ezeket a durkálós dolgokat. Maga is? Akkor nem én. Akkor nem az én problémám. De még hála Istennek, hogy azért tűrhető. Mert ilyen nagy autók nem bírják a szélti. Lehet a hó miatt nem tették a kácsúkat. Már nem csak a hó. És nem lehet csak a hózva a kácsúkat. Ó, lehet. Cipőjét majd le kell vennie, jó? Haló, húzottjére, haló, húzottjére. Áááá! Oh my god. Jaj, tegnap vettem azt a izét, tegnap vettem az új furniture-t. Jaj, a jó Isten áldja meg, kicsatom a dövemet. Oh my god. Valahogy éreztem, hogy el fognak rabolni. Biztos vagyok. De, áruljuk. Eladó. Az úrnak a ruházat, tapogtam. Kutatom zsebét, kiforgattam. Ahogy látom, jó sok. Milyen nevéje van. A kulcs tart olyan jó sok. Kulcs van. Igen. Még van. Rendben. Nincs az úrnak sem. Tessék? Leteltem a kezem? Ó, kedves uram, tudja mennyi volt ez a kerék, amit kidurrantottak? Mondhatok önöknek valamit? Becsatolom az övem én is. Ó, valahogy éreztem, hogy uraim, hogyha elmegyek a városból, valaki elrabol. Szia, hello, szia. Hát most el fognak vinni túsznak. Egy élmény lesz.
Hát akkor ebből nem lesz cigány izé. Cigány átok levétel, meg OK és vizsga, meg sorolhatnám. Most nincsen rajtam a jelvény, persze. Fizessem urak, ha már így elraboltak. Hú, maradjunk csendben. Uram, ismerjük én szóval magánál, ha szokat kérdezzem. Tessék? Magánál 5 millió, akkor jó család nekem. Meg gondolja, hogy odaadnám, mi? Hát akkor mi áll? Fegyver van a fejedhez. Jaj. Van? Hát nincs. Csak akkor nem kell. Utaljak? Utaljak? Karácsonyban uraim, mindenkinek. Szívesen. Hát csak nem neki. Hát milyen őszintén mondta, ne látja. Azt mondja, hogy az ünnepkedő vagyok, hogy jó voltál. De akkor tuti. Hú. Egyébként hogy vannak az urak? Majd. Megnézem közben, milyen a vicc ünnepkedő volt, hogy látjátok. De az, szerintem lehet. Jöjjön. Közben meg van kötözben. Sok is van. Passzolja ki, ugye? Lusszjának. Kivészem, kivészem, kivészem. Előjök szépen, szépen. Az autót, én lehet, szépen. Segítem itt az uda. Igen, általában a rendvédelmi is akkor többet kérnek értünk, de nem érünk többet egyébként. A szerver szabályzat nem tér ki erre. Ja, szálljak én is? Elnézést. Közben, ugyebár már gyors kötözővel maketoztam, csak azért, hogy biztonság még egyet. Engem? Bal és a közé szállt. Ja, ennek mi szüksége van? Most mondja meg nekem. Ennek biztos majd megtámadjuk magukat, nem? Na. Na nem baj, legalább megbeszéljük akkor itt a dolgokat. Várjon már, nekem innom kellene meg ennem, úgyhogy nagyon örülnék neki, hogyha... Én nekem meg gyorsan, ha elengedne. Nagyon köszönöm. Szintén kívásság, mi is? Hát ha nem szeretné, hogy ujja éreszen szálljon át, akkor jobb, ha elenged. A kutyát. Szia, Escobar! Sziasztok! Ó, köszönöm, fú. Gyorsan. Előveszek egy kulacs vizet, kinyitom. Gut. Ciao. Itt a boldog. Előveszem a maradék izé zsemlémet. Elnézést, csak éhes vagyok. Jó van, ura, hagyja magába. Elég. Ma még nem ettem. Olyan gyere, kifelé. Lelok, kérdezze meg a QRF-tárgyát. Oh! Ja, elnézést, gyere, gyere bátyja. Jaj. Kapjuk el a torkát. Golyót, ha beengedek a fejedbe. Hallod, fel lett törve, ütes be autóba, gyere. Gyertek, 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 gyertek. Pattanás, pattanás. Pattanás, pattanás.
Köszönöm! Szállom. Nagyon rendes, becsatom az öbem. Az... Szépen átúszom, hogy kinyitom az ajtót. Tart a csukja. Hagyj itt a picsába. Nem, hogy meleg van. Szépen átnyúlok, becsatolok. Sziasztok, hello! Hát csak ne vezetés közben. Hé! Menjen be, hogy a szélek jönne, nincs ma vagyok. Hol van? Nincs ma van. Kérlek, hol van a kollégám? Éppen korábbi ajándékokat osztogatok. Nem tudna ide eljönni, értem a kapitány körülten lefoglaltakban? Jöttünk? Tényleg is van lefoglaltam. Ó! Üdvözlöm! Hogy van? Jöjjön már be a száját, hogy fejtelünk. Kell szerint igazolják számát? Mekkora egy bunkó, nem? Akkor mondom, hogy hova kell jönnie, jó? Á! Tudja uram, mi van? Hát, nem tudja, hogy egy szobat ötik. Na, akar beszélgetni? Nem. Igen. Szóljon rá a haverjára, hogy... Hát ha elájulok, akkor mi lesz? A rendőröktől egy fillért nem kapnak. Nem is a pénz a lényeg, tudja. Hanem mi? Eladjuk a vesédet. Azzal már nem uram, mert az már négy ki van véve, ne arra ugyan. Hát... Van még egy golyóm, azt kölcsön adhatom. Mit szeretnél, milliméteres pöcsön? Nem a pöcsömet adom oda, hanem a golyómat adom oda, az egyiket. Az te készed vele. Na ide, csurgasson, hát így is olyan... Azt nem mondta, hogy helikopter jön bal. A Mayans? Tehát ez lett a cigányátokból egyébként. Tessék? Menj ebbe a szalukba. Jó, mint a szobodába. Google le. Hú, de szép haja van. Nagyon kis át van. Üzék, ködött. Azt a kuda, befőtt a ködött. Uram, itt a nő. Van olyanban az ötmúlt székely van olyan? Nincs. Itt én tudtam meg, hogy most jelen meg itt képünk volt, aki itt sok pénzt ér. Vagy mi? Hogy? Na kinek kell átok, vagy rontos levétel? Kis hátat szintem kinek kell. Ki vesz magánál van pénzszerce? Nálam? Mindig átkutatlak, jó? Mindig szépen, a várattól felfelé szépen elkezdek áttapogatni. Tapogatom szépen. Gyors kötözött a várban. Valaki szépen felét átnyújtom, most felmutatom magának, ugye a kedven száma. Állok itt a zsebekben valami. 300. Valami jelvényt. Ez mi? Uram, mi az a jelvény? Találtam a... ahogy jöttünk. Így bizony. Pont otthonról mentünk, hát igen, hazulról mentünk pont az ORFK-ra, csak önök ránk csaptak, mint tyúkat a levesre, és így nem tudtuk bevinni a rendőrkapitányságra. Ez
is. Kár, hát hogy nem rendőr vagyok, tudom. Nem kell. A magyar te azt mondta, hogy majd akkor mindjárt, hogy benne van. Volt a kérdése? Egy pénzes fogy nincs benne? Milyen szinten állott a pénzünk, hogy jó lesz, hogy mi az. Nem dolgozok, nem dolgozok. Nem dolgozok ott. Mondom, találtam a jelvényt, uram. Jaj, találta a jelvényt. Vissza akartuk vinni az ORFK-ra, de önök elkaptak. Hát mert a lakásom arra volt, uram. Ezt mondom, hogy otthonról. Én most itt kint a üzletből infoltottam, hogy tudja, tudja, mit kapott? Hát, én nem tudom, miről beszél, meg kitől kapta ezt a fejest. Fejes káposzta, vagy leveles? Nem, tökös káposzta. Tehát... Igen, és mit akar elérni, kedves uram? De hogy érek, hát én annyit érek, mint ez az úr ott. Ott a túloldalt, nézze csak, ott. Azért mondom, hogy legalább annyit érek én is. Munka nélküli, mint én. Igen, én bálom mindent. Szállamunk és állatok a vétel. Adott tanácsolás, minden kudvanja. Nem látod, hogy a nagy küldetéseket? Mondtam, hogy bukott be a sarokban állja. Jó. Nem voltam ilyen szetszőt. Aj, maga nagyon bunkó. Én minden, én vagyok mindenes. Tudod, gondolom mindenes. Majd szállt. Hát, ennek nagyon örülök. Nem lenne nagy bajom. Rálok, hogy vételőre egy zárod lakotatot. És másfél órára, vagy fél órára tettek a nőcsotéken basztok. Mit hozzá zárni? Ja, akkor kell megjönni. Állj, egy keresztet. Nem mondom, hogy meg kellett másfél segíteni, ja. Most én egyébként megfognak a valakit, hogy van. Atya. Ott is az. Ez a mert szükséges, hogy nem a barátok. Hadd üzleti partner, erről... Igen, tanítottam volna neki, nem? Egy okai és állatok. Betűltem, hogy van neki, hogy mondja ezt a... Hát de mondjuk a házához. Hát tudom, az a baj, hogy az ugye nem tudni kell. Nézem meg a Facebookon a izéket, a csoportatomat, ott van itt a hirdetések. Hazudom, nem láttam, hogy a telefonszom is van minden. Nem adok sárgyat, azt mondjuk el. Tehát volt, hogy én volt tűzni. Uram, magát nem jó. Urak! Ugod. Mennyi pénzt tudtak most itten kicsikarni? Hát mert megkétszerezem azt magának, ha elenged. Én meg adót tanácsadó, és a fektetési tanácsadó. Ötszerezem. Na, mit szólnám? Tízszerezem. Hát kapnak egy milliárdot, az hello. Hát, de... hát ha adnák is, akkor magának nem, mert maga a leggonoszabb itt önök között. Ne! Mehetünk? Gyere már, nyalkajunk. Uram, lesz egy is fél uram. Ez most komoly. Ne szittem jött az ORFK. Köszönöm. Becsatolom az övem. Hát ez így nagyon jó, hogy kocsikázunk önökkel. Hát ne haragudjanak, de pont a lakásomba akartam a cigányátkot tanulni. Igen, de ezután indultunk az úrhoz.
Nem tudok hazudni. Uram, maga hol szerezte a jogosítványt? Hol? Pogácsán? Vagy mi? Kiesett a haverja. A célba tét. Ki rúgja a szó? Szegény ajtó. Még jó, hogy ilyen izéből van. A homlokom lefejelem itt a izébe. A homlokomat fejelem le, érted? Megszoktam. Egy ilyen bandázs. Hogy mi a faszom, hogy ezért boltok lebegettem. Nem érdemben egy vagy járva. Faszt lesztek is a pasat, minden mindent. Hát, uram, az már egy kifak volt. Hát. Igen. Sajnos is nem faszált. Azt a kifaget. Új pénetés. A végén nem vagyok semmi, mert a sok pénzből, amit most megkapnak, hogy autót vehetnek. A végén már totál. De minek ez a feleségem van? Én csak jótoktok. Mi bánt folyton? Mindig bánt nekem. Az a baj, hogy csak a munkanyos, az a cidán, csak a kókik. Annyi pénz, annyi szügyet. Most vettem fel itt 400 nél. Ide hívjam. Uram, ide hívjam. Kicsodát. Aki kérdezte. Tőlem is veszik meg a autót, de... Uram, akkor a Jeep érdekli önöket? Elengednek, akkor fél áron megkapják. Most kéne meglovagolnunk. Hallod? Majd Lucian, én megyek a
városba. Szóval... Jó, van. Mehet egy kis bank, nem? Mi? Hallod? Mehet egy kis bank oda három turisztel, nem? Úristen, hát végén repülünk. Hello. Nem az ide, az látom, hogy már fél 9 van. Tudok mondtam. Lucian a szajba. Miért benyisztél vagy? Nagyon minden a fél. Hála faszom. Egyébként a Börzsület, hogy a lényeg előtt. Luciano. Halló. Égönne. Hát is meg. Hát... Kole. Ketten vagyok. Kettes munkó. Ne próbáljanak semmit, hogy elszoknak már lövök is. Jaj, dehogy szökünk. Én nem jól vezetek, én mindjárt kipottyanunk. Hát minden, minden második haverja nem tud vezetni. Ó, látja. Tri. Siano. Gyerünk befelé a... Én meg vagyok kötözve, meg be vagyok kötözve. Be vagyok kötve, vagyok, csak ma vannak a kötve a kettő kezem, hogy szálljak ki. Pusztulj már befelé. Idióta. Hát nem mondta a barátja, hova menjünk. Hárman vagyunk, nem üssük le. Elveszük a fegyverét. Uram, uram, uram. Befelé. Hova menjünk, uram? Kucsba, oda, sarokba. Ezt a fekete patkányt, ezt mindjárt jön le. Jól van, uram? Szerv szépen. Hárman vagyok a... Dehogy? Tudnás, hogy ételt itt alatt adni el. Hi! Hi! Az orrom! Vérzik! Oh. Akkor hogy esznek? Hát már akkor már nem eszik. Hát nincs, nekem csak olyan. Csodoló. Hát nem van. Nem esznek. Éhen döglünk, nem baj. De fogd beszállni a fejbelül. Fekete geci, gyere ide. Szépen itt hátra húzom a kezedet, szépen ide elvágom. Hát hátra nehezen tudjak húzni, amikor maga előtt állok. Hogy guggolek. Egyik megvan. Így is túl erőben vagyunk, uraim. Hallod, nem volt rá, mert a hátra. Jó. Pulzusom, 1005. Gyere, posolt, hozd meg is, hogyha szép fárték az olyan. Hajjá, ura. El tudja oldani. Lucian, azt nem tudok valamit csinálni vele. Nem lehetett megképzni, hogy lehet, hogy lehet, ez a fekete ruhás, ez itt a balok balságban. A fehér fiamban. Fejbelőjön. Bajt az valami, hát. Jaj, most engem? Nem láttam. Térgyen lőtt el a filmbe. Jó. De ide arról kiket nincs a bátkaján. Meg is fog, tehát meg is fog. Nem is fog. Mi? Nem is fog. 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 Nem is fog
Azt is bigorizom. Várjátok, hogy a kezetek megvan kicsit. Én meg van. Nem sietünk sehova. Hát akkor igen. De jó szépen. Köszönöm, hogy volt szóval, hogy ez hallgató szépen. Ja, Istenem. Igen, igen. Nem izú amúgy. Ha elengednek, akkor... Iszok, bazd meg, nem látod? Ez a meleg csendben, ez kijött, meg fogom így orrba nyúlok. Te idióta! Így szépen behajlulok. Ajaj. Nem hiszem el. Hát igen, ilyen ez a izé, túlzott RPG-t se kell itten művelni, mert hát na azért mégis kereteken belül kell művelni itt a dolgokat, hogy ne legyen unalmas. De azért mégse lehet vérbeli komolyság, mert egyébként akár itten 40 perceket is feküdhetünk, vagy ülhetünk, de az meg útunalom. Szegény. Most meg fog halni. Most tudnánk menni neki, nem? Nekem nagyon fáj, szerintem meglőtték. Nem az enyémet lőtték? Mert én nem tudom kinek. Én se menni. Hallja. Annyira éreztem. Közel volt, hogy... Igen, igen. Sok hatás. Hello, szia. Azért óvatosan besétált az autóval. Tik megy utána kocsival, elment kocsival. De az úr is itt van. Hí! Jöjjön vissza, nehogy meghalljon! Jó Istenem. Mit? Hallod, figyelj már. Igen, nem is kötöztek, nem? De én meg vagyok, csak gyors kötözőben. Ja. Hey, itt a lilak hely. Ne, nem zavarhat, hát mi vagy meg. Csak miután kijöttünk a boltból, és ők megvárják, geci.
Az a baj. Tegnap átfilmeztem, képzeld el. A faszokóba látod, hol vagyunk, ne? Nézd. Nekem nem a barátom. Hol van? Együtt szem. Együtt ötök is volt el. Hát, utána mentél, ha láttuk. Azt hittük, ő tűnted le. Tűntem le. Elközben öröktitek maradni. Most ötözben? Egy volt, igen. Hát, de attól két lába van. Meg vagyunk kötve. Gyere, szépen besegítve. Szépen hátra nyúlok. Bekötöm az ödöm. No, hát igen. Izgalmakkal teli. Oh. Azt a kurva, de fáj a fejem, és jó, a hülye fasz. Azt vett tovább, na hát neki miért terminált? Nem tudta, hogy a taxisok azok? Szépen kinyitom bal kézzel az ajtót, szépen benyúlok jobb kézzel, szépen kicsapom a biztonságra vagyok. Befelé. Hova annyi? Vissza. Benne a kultúra vállomás. Vissza. Szóval a sárga. Az ugye majdnem belém. Ne szirénázzunk be semmiért. Még ilyen beszólásokat. Szóval beszélgettünk velük, de egyszerűen nem lehetett szóra bírni őket. Hogy néztek ki, hasonlítottak rá? Igen, 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 igen. Jajjaj. Egyik támadják, és kérünk az biztos. Hát nem tudom, egyiknek ilyen időle is ráálltok a másiknak olyan. Szóval tudják, hogy kik voltak. Megölték őket? Hát az úgy volt, hogy én megkínoztam egy kicsit, jó erősen. Beszálltunk a helibe, és a reptér és a sziget között kidobtuk el ilyen, nem tudom, nagyon magasról, mind a kettő. Ha meghaltak, akkor nem elég lesz mit. Hát
Hát igen, amikor az ember elmegy civilkedni, akkor nem valószínű, hogy úgy jön össze a dolog, ahogy akarja. Nem fog kivágni, de hát elraboltak, mondom, civilkedünk. Picit eltépedik közét, a gyors közét, hogy igen. Tudod meg, bocs. Na, elérkeznek a... Melyik az? Bocsé? Jó, hogy a szépen így elvágom. De nem megszólaltak időn cserébe, baszt. Hát de gyors kötözés. Na, gyors kötözés, hogy szépen elvágom. Ez izgi lesz. Hát csak helyettek volna rendőr. Jó, de szégyen, hogy meg fogom visszatokat. Gyors kötözés. Elmentem volna a cigány átok tanfolyamra, de sajnos elraboltak minket. Azt így nem tudtam azt. Ez itt még jó volt.
csúszó. De hogy akartam kimenni? Csak megmozdultam már, aztán kidob a rendszer itten. Remélem minél előbb eltávozunk innen. Mit csinálnak ezek? De még nem tudják, hogy ki vagyok. Csak szerinte értékes ember lehet. Hogy vannak, urak? Hát már én is ezt mondom. Cigány átok, amúgy hello. Ezt nem értem. Honnan tudják egyébként, hogy én vezérezredes vagyok? A nevemet nem tudják. Érdekes. Ops. Nevemet nem tudják. Matula, emlékszem, amikor bolond IRL pecázás közben léptem ki a napból. Nem emlékszem.
Csak azt tudnák, hogy ez... Azt tudnám, hogy ez honnan tudják, hogy ki vagyok. Hát be sem mutatkoztam. Jól vannak a túlszok? Bármiféle bátorlások esett. Elkitartását megkérnek. Már csak összen volt ott a fék, hogy én eljövődik. Jó, hogy jönnek majd nem sokára készítődik. Egyébként lövöldöztek is, és lábon lőttek minket. De úgy látom, ez nem nagyon érdekli őt. Hát ez nem nagyon. Én halkan mondtam, azt nem hallotta. Amúgy egyébként biztos a hangom véget, de hát ez van. Azért nehéz úgy játszani, hogyha mondjuk civilkedsz. Lepera. Talán az a Steam név az talán megmarad, de nem tudom amúgy hova csatolni. Ha már így megérkeztél a streamembe, akkor ne felejtsd el lájkolni a videót és feliratkozni. Köszi! Egyébként mondták magának, hogy milyen jó haja. Már nem pár, anyukám mondta persze. És ez alapból így áll magának, vagy bezselézi? Elég zselé van. Van otthon is a zselé, aztán azzal, de ez macerás sem minden. Egy nap két tubus, majdnem. Nagyon vicces egyébként. Köszönöm. Már öltem be rendben. Nem mondja. Köszönöm. Komolyan. Hát még nem sokra emlékszem, csak így jobban hangzik. Ha, így már megvan. Megvolt az oka egyébként. Azt hiszik, hogy én értem több pénzt kapnak, mint maguk helyett. Milyen? Nem azt mondja, teljesen mindegy, csak haladjunk. Azért, mert... civilként akartam lebuktatni egy... olyan embert hird, egy ember, aki hirdette magát, hogy cigány átkokat vesz le, meg minden lófaszt, és akkor, hogy majd, ha pénzt kérel, akkor navosként ezt majd lebuktatom. Lebuktatom, de mivel elraboltak minket közben, hogy mentünk volna a lakásomhoz, így sajnos elraboltak minket, ezt most itt vagyunk. De azért elengedhetnének már a kezünket, úgy gondolom. Miért? Megkülönböztetés? Nem, csak őket mondták az elkövetők, hogy őket vihettem a kérdős kulcs is. Hát
Ajajajaj. Közben az úr is kijött ide. Jöjjön, 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 szerintem. Az ő, hogy még egyszer... Hogy megint lábon lőjön. A bilincset vegye már le rólam. Kiveszem a kulcsot, megfelem is rendezem az úrnak a bilincsét. Igen, gyere. Nézzem ezt az adat is, már is. Ó, mag amatőr. Fogd be. Na, de ki jött? Mondja már, igen, hogy jött. Hogy, hogy, na, mondja. Na, erre kell. Az alatt meg is mondja, de ő sosem mondja. Jó, van, akkor hazudsz és mondja. A szarcát is se rendene. A nevét soha nem mondta el. Na jó, hát a városban mindenki, városban, a szerveren, akik már egy ide játszanak, azok már mindenki tudja, hogy ki vagyok. Szóval, ja. Mennyit? Csak ennyit. 80 milliót? Milyen 80? Ja, 60. Hát uraim, nem, mondtam, hogy nem érek többet. Azért fogja már beszállni. Biztos kérdezi az élete. Adjon meg. Adom a szívem. De figyeljen már, akkor egy ilyen nagyos több életet nem mondom. Nincs is szétlőve a lábam. Hát akkor az a 75% biztos jelezni ezt a vezetőség felé, és az azt jelenti, hogy RP romboló vagyok ezek szerint, hogyha 75%-a nem bír ki, és az egyértelmű, hogy akkor ki kell rakni a játékost a szerverről, de hát nem hiszem, hogy ez így lenne, úgyhogy István, nem tudom, hogy ki vagy, de biztos, hogy téves információid vannak ezzel kapcsolatban. De örülök neki, hogy te is ezt a live-ot nézed. Az a 75% te is közéjük tartozó biztos. Tapsot érdemelsz azért így karácsony előtt. Senki nem mondta. Senki nem mondott semmit, uram, ne higgyen nekik. A nevemet se tudták. Olivier mindig, még mindig matula. Hello, amúgy, szia.
Nem tud olvasni ezek szerint. Na. Nagy live-ozásokba vagyunk, mint látod, kedves Olivér. Nem veszed észre amúgy? Mit kellene észrevennem? Segíts! Lassan már kiengednek minket. Persze, igen, megyek. A szóljának, hogy indulhatsz, és akkor most fognak indulni. Elindultak az elkövetők. Ezek egy idióták voltak. Fú. Amatőr. Meg beszállni se tudnak. Fú, de jó, hogy megmentettek, de egyébként a 30 millióét, hát szégyellje el magát. Vagyis az akcióparancsnok. Hát, most azt mondta az egyik vezető, hogy próbáljon úgy megcsinálni. Persze, tudom. Egyébként nincs ebben gond, de 30 millió? Hát azért na. Én meg tegnap meg kapásból adtam maguknak 100 milliót. Na de mindegy. Ennyien vagyunk? Üdvözlet! Jó, oké, akkor... Megmenekültem. Hála Istennek. Tud valami fix infót esetleg, uram? Hát arról, hogy ennél idiótább bandát, vagy fogalmam nincs, hogy kik voltak ezek, de hogy vezetni nem tudnak, még lövöldöztek is ott mi előttünk. Annyira amatőrök volt a kedves kollega, hogy a negyedik túsz még kiszaladt, úgy, hogy ők ott beszélgettek. Ez nagyszerű. Esetleg, hogy merre menekülnek. Nem, semmi. Csak arról beszéltek, hogy melyik autó tudná le ők, melyik kellettne legyőzni őket. Mármint, hogy önök melyikkel tudnák ők. Hagyják az eresetet, már csak gratulálni tudom. Igen, mert úgy vélték, hogy nem tudom, milyen autóval voltak, hogy hát ha abban jobb lenne. Hát nem tudom. Úgyhogy ennyi, nagyon bővebb információt nem tudok szolgálni, mert semmit nem beszéltek. Ami lényeges lett volna.
lényeg, hogy itt van, aztán akkor megkérném még az URFK kőtorzászlóst, illetve ha még van, nem mutatta be a tanulós, de úgy látom, hogy nincs, a lezárást vagyunk fel, mert szeretnék egy gombot. Nagyszerűen nagyon köszönöm. Most meg az URFK-s kollégába tart, hogy valam nekem mindegy. Viszont elviszik akkor valahova. Nagyszerű. Mert igazából, ha hiszik, ha nem, én a mai napon felvettem a kapcsolatot egy úrral, aki a cigány átkokkal foglalkozik. És mentünk volna a lakásomba, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk beszélni. Ez azért lényeges, uraim, mert hogy civilként akartam lebuktatni az urat, mivel hogy nincsen engedélye, viszont pénzt kér, akkor meg jó megbüntettük volna navosként. Cég bejegyzés elmulasztásával, de hát mivel hogy nem értünk a lakásomig el, így sajnos kiraboltak, meg elraboltak. Még az autóm kerekét is kilőtték, pedig valamelyik nap cseréltem a kereket jó pénzé. Na, de mindegy, és itt ide jutottunk. Hát kb. Amíg önök nem érkeztek ki, valami 3 vagy 4 boltot vittek magunkkal, mint a nem tudom mik lennénk. Borzasztó volt. Vicces, hát én most érkeztem, mert kisebb dolgom volt, bár nem tudom, hogy kötelességem amire ide kijönni, de... Minden fun! Ciao, szia, hello! Ők a banknál. Semmi extra. Boltrablás volt, én voltam a túsz. Igen, igen, köszönöm. Majd mindjárt felhívom. Felhívom itt az urat, hát ha még elérhető. Nem tudták elkapni őket? Becsatolom az övem. Várjanak, már felhívom már ezt az urat. Ha még elérhető. Már telefonomat nem vették el. Egyébként a rádiómat, ezt mindent hallottam önöktől. Minden, csak ott lövöldözgettek. Nem elérhető. Áj, az Isten verje meg. Vagy elvették azt a telefonját. Igen, legyen szív. Hát az ORFK-ra gondolom. Segített, közel Szigetlábúr, segítettünk a Latin Kingdomnak. Mivel kapcsolatban? Több adományozók voltak a Rúreftának és az összes legális szervnek mentek ajándékozni és énekelni, ezáltal az utók során segítettünk nekik őket végig kísérni. Még ilyet? Nem, sejtem. És ön mivel támogatta őket? Viszlát? Hát végig kísérjük a főben. Várjon, előre ülök. Értem. És meg is kap, és kaptam is érte dísérletet. A lakásság észrevételekbe be is írtam. Ajjaj, jó. Oh. Mit keres az úr ott az út közepén? Nem tudom. Szóval ezt kaptam, én viszont egy támogatást, hogy kaptam egy dísérletet és segítettünk neki. Nem? Hát maga szerint hogy néztem volna meg, amikor fegyvert tartottak a fejemhez, ne idegesítsem fel? Nem akartam. Hát...
Bár még a mai napig nem jöttem rá, hogy az urak honnan tudták meg, hogy én ki vagyok, mert név szerint megtudták. Én hát hallok, hogy én mondtam rá. Te ha nem mondom azt, hogy amatőr, biztos, hogy kimondja a nevemet. Biztos vagyok benne, biztos vagyok benne. Te is mondtam volna? Hát igen. Hát de tudom, hogy nem tudom mondani. Oh my god. És hol van az autó? Ott van, azt nem adott. Nem látom. Már szédülök. Oh my god. Az az idióta bazd meg, hogy... Maga jött a szembesávba! Maga idióta! Hát ezt nem hiszem el. És van pofája még oda jönni hozzám? Igen, hogy miért jönni a szembesávba. Ezek mit kerestek erre? Na hát visszahoztak a Merkuros kollégát. Ja. Mert Merkuros kollégát az összet a bűtödésre. Lerakom az autót, és lerakom a szolgáltat. Jaj, én is szerint... Jaj. Jöjjön. Üdvözlet, szép napot. Elnézést, hogy nem re... Tessék. Engem is. Engem is. Le akartam buktatni egy urat majd, de holnap visszahívom, hogyha tudom. Ebből a cigányátokkal, meg ilyen, hát, na mindegy, ez én nem nagyon értek. Hallottam a rádión is egyébként, hogy rádióztak. Csak nem rádiózhattam vissza, mert egyébként nem vették el, úgyhogy nagyon érdekes volt a sztori. De nem mertem rádiózni, mert így is úgy idegbetegek voltak, lövöldöztek meg minden. Lövöldöztek? Igen. Az egyik úr el is menekült onnan, vagy az egyik túsz, annyira amatőrök voltak. Kifutott. Ennyi volt. Azt mondja, hát, de hát meg volt kötve a keze. Mondom, és a kezén fut ki? Na, ennyi. De ez amúgy, ez jogos. Akkor is bevertek egyet nekem. Úgyhogy még az orrom is elerett a vér, úgy kellett fognom. Na viszont, mára le kell adnom a szolgálatot, mert korán kelek. Holnap nem tudom hány óra fele leszek, lehet, hogy ekkor, amikor ma érkeztem, hát majd meglátjuk. És akkor van ez a nagy utazás. Én sem. Na, jól van uraim. Hát akkor ne haragudjon, kedves Merkúros kollega. De én is megyek. Örültem, hogy találkoztunk ma is. További szép napot önöknek. No. Hát ennyi lett a cigányátokból. Majd holnap megpróbáljuk még egyszer, úgyhogy így a címe cigány elrablás lenne. Nem is cigányátok, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. No. Sziasztok, holnap találkozunk. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream. Until our last breath, every heartbeat.